Női kézlabda csapatunk 31-29-re kikapott Dabason az orosz Rosztov Dontola bajnokok ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. Elek Gáborék az elmúlt napokban levonták a tanulságokat, és tudják, hogy a játék mely területein kell fejlődniük a kinti visszavágóra. Így utólag visszanézve a videót azért sok olyan hiba volt, amit szerintem kisebb figyelemmel már ki tudunk küszöbölni. Felállt fal ellen, hogyha támadnak, akkor mindenképpen több faltot kell beletenni a védekezésünkbe, picit agresszívabban mozogni, és talán többet is mozogni, jobban együtt mozogni, és még talán az is segítség lenne, hogyha kevés lerohanásgólt kapnánk. Személy szerint is van hova javulni, illetve csapat szinten is, ezt ugye már a tegnapi videózás során a csapattal együtt megbeszéltük, hogy bőven van miben fejlődni, és remélem, hogy ha ezeket a hibákat ki tudjuk javítani, akkor tudunk meglepetést okozni kint. Motivációban pedig nem lehet hiány, hiszen a párharc győztese bejut a budapesti Final Four-ba. Amit láttam tegnap edzésen, tényleg mindenki nagyon tüzes volt, és tényleg nagyon-nagyon sokat beszéltünk védekezés közben, edzés közben mindenki nagyon aktív volt, úgyhogy én bízom benne, hogy ez megmarad egész héten, sőt ebben biztos is vagyok, és szerintem sokkal jobb szellemben fogunk kimenni a pályára. Egyértelmű, hogy mindenki úgy gondolja, hogy csoda lenne, de én úgy gondolom, hogy lehet, hogy reális dolog is lenne az, hogy egy jó mérkőzést tudjunk itt játszani. Sportemberek vagyunk, és semmiképpen nem feltartott kézzel megyünk ki. Sokan úgy gondolnak vele, hogy ez a mérkőzés már el van könyvelve, de mi úgy gondolom, hogy ezt nem tehetjük meg, hogy tényleg feltartott kézzel megyünk ki, hanem a tőlünk telető legjobb teljesítményt próbáljuk nyújtani ahhoz, hogy ez a szombati mérkőzésen egy újabb csodát, vagy nagyon sok örömet tudjunk szeretni az embereknek. Az oroszországi mérkőzést április 14-én szombaton, magyar idő szerint 15 órától rendezik meg. Ugye nem felejtetted el? Ugye te is leadod? 1% az utánpótlásunkért. Támogasd a Fradit! Támogasd adód 1%-ával az Albert Alapítványt. 1% egy cél, 1000 tehetség.